A kis Christopher, tehát a műsorunkból már régóta ismerős váli feltaláló irányítóságos cipőjét viseli. Oroszi László bírósági háborúkat is vívott a háromsíkos multi ellen, immár jogerős az ítélet, hogy a sportszer óriás elbitorolta a szabadalmat. A mester és az üvegbetonnal is sikeres szabadalmi ügyvívő Lantos Mihály a vendégünk. Hát ők most már társak ebben a küzdelemben. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt! László, ugye... A kisfiú a Reálba bemutatkozó mérkőzésén 3 gólt szerzett ebben az oroszi féle irányítósávos cipőben, ennek egy továbbfejlesztett változatában? Igen, ami itt az asztalon látható, egy ilyen cipőben. Ott, amit cipőbe. Látunk elől a pirosat meg igen, a kéket. Igen, igen. Ilyen cipőben rúgta azt a 3 gólt, utána az édesapja is gratulált neki, és azt mondta, hogy ezt még én sem tudtam megcsinálni, úgyhogy nagy reményeket fűzünk ehhez a dologhoz, ami most Madridba zajlik. Most, hogy itthon van a Krisztó, csináltam neki 3 pár cipőt, meg amit hazahozott, amit 80 napig használt, azt is megnéztem, hogy milyen állapotban van, és nagyon meg voltam lepődve, mert gyakorlatilag nagyon pici kis kopáson kívül probléma nem volt. Nem tették tönkre a gólok. Nem tették tönkre a gólok, igen. Rajta kívül most ezeket a legújabb fejlesztéseket, és általában is, amikor azt mondjuk, hogy irányítósávos cipő, akkor most hol tartunk, hányan próbálták ki, hányan viselik, ez 2 szám, mekkora körről beszélünk? Hát ha azt nézem, hogy hány ilyen cipőt csináltam, akkor 200-300 játékos már kipróbálta. Ez a magyar NB1-től kezdve a legalsóbb osztályig. Azon kívül külföldre is több helyre küldtünk már ilyen cipőket. Krisztónak a csapattársainak, mindenkinek csináltam már cipőt, és azt tudom, hogy mióta ezt a cipőt felvették ott Madridba a gyerekek, nem hajlandók más cipőt felvenni, korábbi cipőikben nem akarnak játszani. Uh-huh. Tehát ez biztos, hogy a fiatal focistáknak egy lehetséges cél, hogy őket meggyőzni róla, hogy jó ez a cipő, mert nekik tetszik. Igen, de csináltam Krisztó apukájának is ilyen cipőt, hogy ő is kipróbálta, úgyhogy Roberto Carlos lábán is volt már ilyen cipő. Mihály, ugye a feltaláló már 96-ban szabadalmi bejelentést tett. Miért tart ez az ügy most már ilyen régóta, és még most sincsen vége, azért azt tegyük hozzá? Tulajdonképpen itt az van, hogy vissza kell, hogy kérdezem, hogy melyik ügy. Mert itt az, hogy azt mondja, hogy irányítósávos cipő, az egy kicsit megtévesztő, mert 2 tökéletesen eltérő időben is és tárgyában is különböző találmányról van szó. Amit az ön kérdez, az egy 1996-ban felfedezett vagy feltalált olyan megoldás volt, amelyen a cipő felületén van egy hatalmas gumi, vagy több gumi felület, amin bordák vannak, és ezek irányítja a labdát. Ez akkor nagyon forradalmian új volt, azóta kiderült azért, hogy nem ez a legjobb, és egy csomó minden történt, és 2012-ben került sor erre a második bejelentésre, aminek a filozófiája hasonló, de teljesen más a megvalósítása. És ez egy új találmány, csak annyi a közös bennük, hogy mind a kettő az oroszi Laci agyából pattant ki. Uh-huh. Aki viszont, hát hogy mondjam, nem a legjobb barátságban van ezzel a multicéggel. Most van jogerős ítélet, de ez még, mint ahogy az előbb mondtam, korán sem jelenti a harc végét, igaz? Tulajdonképpen az előző cipőre vonatkozóan az az időszak, amely ben volt a bitorlás, az 2000 és 2004 közötti időszak. És a bíróság előtt most az a kérdés folyik, hogy a cipő használata után a magyar Adidas milyen mértékben gazdagodott. Na most ennek nagyon sok ágaboga van, amelynél az idő az minden lehetséges módon megpróbálták húzni, mert először megpróbálták a szabadalmat megsemmisíteni, ez joguk van. Ez nagyon sokáig tartott, nagyon sok hullámban. Majd amikor jogerősen kiderült, hogy a szabadalom kielégíti a szabadalmazhatóság feltételeit és életben maradt, akkor jött az a kérdés, egy teljesen külön fórum, hogy vajon
az a megmaradt szabadalom és az Adidas által használt cipő az egymás oltalmi körébe, illetve a cipő a szabadalom oltalmi körébe esik-e. Ez is jogerősen megállapításra került. Ez is több hullámban, több fázisban, majd amikor megszületett a jogerős, ez úgynevezett részítélet, akkor jön az a kérdés, hogy oké, rendben van, de akkor most milyen anyagi ellenszolgáltatása, követelése lehet a szabadalmasnak, és ez az, ami egy talán a legizgalmasabb, legszerteágazóbb, legbonyolultabb dolog, elsősorban azért, mert nincsenek bizonyítékok arról az időszakról. Tehát olyan bizonyítékok az iratmegőrzési kötelezettség, vagy a bizonyítmegőrzési kötelezettség az 5 év. Amikor ez a dolog terítékre került, akkor ez már lejárt. Világos, tehát most a forgalmakat, meg egyéb adatokat. De itt milyen összegű kártérítésre számít, László? Ebben a bírósági szakaszban, amit a Mihály most itt elkezdett mondani, szakértőkkel bizonyítottuk azt, hogy tőzsdei adatok alapján, hogy mennyit forgalmaztak ebből a cipőből, és ezek a szakértők leírták azt, hogy hát egy elég nagy számról van szó, most nem akarom itt borzolni a kedélyeket, de az Adidas meg... 100 milliós nagyságrendről beszélünk? Több száz. És viszont az Adidas meg azt mondja, hogy nem tartozik semmivel. Na most a semmi meg a több száz millió között kell a bíróságnak majd kimondani azt, hogy mennyi. Majd egyszer. Hát most ítélő tábla, és akkor utána, hogyha ott nem lesz jogerős az ítélet, akkor kúria. De hát reméljük jogerős lesz. Az egész mikor ér véget? Nem tudni. Meddig húzódhat el, úgy kérdezem. A legvalószínűbb be tudom csak mondani, hogy a fővárosi ítélőtábla, ha a következő tárgyaláson ítéletet hoz, akkor a másodfokú jogerős ítélet meg lesz október vége, november elejére. Van 2 hónap ideje a feleknek, hogyha nincsenek megelégedve, hogy felülvizsgálati kérelemmel forduljanak a kúriához, és az a kúria szuverén joga, hogy befogadja-e vagy nem, hogy lát-e jogsértést az ítéletbe vagy nem. Ha nem fogadja be, akkor vége. És végrehajtási szakasz következik. Ha befogadja, akkor átlagosan egy ilyen ügy az 1 évig tart. Tehát és akkor egy... az már megfelebezhetetlen, és vége. Tehát én úgy gondolom, hogy... másfél éven belül vagy így, vagy így befejeződik. Igen. No, László, azt nézzük még, hogy mindezek ennyire, ezzel a sok jogi harccal együtt nem bánta meg, hogy belefogott? Nem, hát én időközben megcsináltam a világ legjobban használható labdarúgó cipőjét, én elégedett vagyok. Hát Christopher mindent elmondott, megmutatott, meg azok a kísérletek, amik voltak és tesztelések, azok engem igazolnak. Ez a megoldás már kellett a labdarúgásban. Nézze meg az Európa bajnokságon, nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol a nézők azért hullámoztak, mert kevés volt a gól, kevés volt az izgalmas jelenet. Ez a cipő arra lesz jó, hogy újból visszatérnek azok a nagy gólarányú mérkőzések, hogy 4-2, 5-3, kevés lesz a 0-0-as mérkőzés, mert ezzel a cipővel sokkal pontosabban lehet lőni, csavarni, passzolni, labdát kezelni. Szóval ezzel van esélye a magyar válogatottnak, hogy 6-3-ra megint legyőzze Angliát, igaz? Igen. Már hogy a nagy gólarányokról beszél. Engem inkább az 1954-es döntő érdekel, hogy azért egyszer Németországnak visszavágni. Na most viszont mik a tanulságok olyan szempontból, hogy akkor most ez a cipő, hogyha minden összejön és meg tudja hódítani a világ futball piacait és a focisták lábait, akkor ez ennek válisport lesz a neve, vagy oroszi futball, vagy soha többet nem boltolna a világcéggel, vagy szükséges egy világcég mégiscsak ahhoz, hogy ebből nagy termék legyen? Én úgy gondolom, hogy jó lenne egy olyan cég, aki ezt fölvenné a palettára. És tehát kellene egy globális partner? Ha nem is nagyon-nagyon nagy cég, de egy komoly cég jó volna.
Ilyen irányú puhatolózás már van, és úgy gondolom, hogy jó esély van arra, hogy ebből lesz egy ilyen dolog, de annyira jó a megoldás, és a szabadalomra is már olyan sok pénzt költöttünk, hogy nem félünk attól, hogy itt ennek kudarc lesz a vége. No, meglátjuk, a végére értünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.